Nyáron sem hagyja program nélkül a múzeum és történelem kedvelőket Nyíregyháza kulturális negyede. A múzeumok éjszakáján egy igazán friss és könnyed program várja az érdeklődőket. Június 24-én a múzeumok éjszakáján, ennek beharangozója volt már az időszaki kiállításunk, amely május 19-én nyílt meg, a Játékfilm Játék című kiállítás. Ugye ebben három kiállító szerepel, a Kecskeméti Katona József Múzeum, Szóraka Ténusz Múzeum és Játékműhely, és két magángyűjtő, Balogh József a Dragon Ball figurák, Martosi György doktor pedig ő a Star Wars nagy rajongója, úgyhogy ezek a relikviák kerültek kiállításra, és ennek a apropója a múzeumok éjszakája, hiszen ez folytatódik ezen a napon. Marvel produkciós csoport érkezik hozzánk Miskolcról, ezek élőfigurás, tehát a megelevenedetnek a nagy filmalakok, mint az Amerika kapitánya vagy a Pókember, interaktív programmal készülnek, mellette lesz játszóházunk, lesz Dolágsali Róbert gyerekműsor, lesz Dolágsali Róbert felnőtt állatvezetése, mellette még a régészeti szerepet kap, a honvédség is itt lesz, és mellette a legvégén a Carl Sanders Band koncertjére kerül sor. A játék és a humor tehát garantált 24-én este. A kapuk 16 órás nyitását követően mindenki egy kicsit szuperhőssé válhat, és az sem árt, ha ezzel egyetemben a szuperhősök megtekintik azokat a tárlatokat is, amelyek a régmúlt történetét egy kicsit máshogyan mesélik el. A kultúra szeretetéért és értő közönségért az olyan rendezvények, mint a múzeumok éjszakája érdemben tesz erőfeszítéseket. Én azt gondolom, hogy igen, mert hogyha a Kálai gyűjteményben majd jövő hét szombaton, június 24-én bejönnek, akkor nem csak nagyon komoly történelmi előzményekkel és mondani valóval találkoznak Nyíregyháza városáról, vagy a Kálai és azzal rokon családokkal, hanem olyan könnyedséggel is, amit mondjuk a Marvel filmek adnak a mai modern kornak, a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Ez ugye egy hagyomány már a múzeumok éjszakáján, hogy megpróbálnak könnyed dolgokat becsempészni a múzeum életbe, hogy ezáltal ismerjék meg a komolyabbakat, de ugye folyamatosan gyarapszik a 30 éves gyűjtemény. Most is jött adomány, megjelent egy kötet a 30 évre, tehát van egy olyan komoly teljesítmény itt a Kálai gyűjteményben, és itt Nyíregyháza kulturális negyedében, amely a nem könnyű világ ellenére, tehát gondolok itt a Covidra, itt most a háborús helyzetre, azért a látogatókat meg tudja szólítani, mert az itt a küldetés, és az a fontos egy múzeumban, hogy az értékek, amik megteremtődtek, azokat próbálják közvetíteni, és hát a mai korban ezt könnyeden kell tudni megtenni, és itt azt hiszem, hogy minden feltétel adott hozzá. A gyűjtemény védnökei továbbra sem felejtkeznek meg azokról, akik sok éven át tartó munkájukat és kezdeményezéseiket valamilyen módon támogatják. Dr. Urik Attila alpolgármester emlékplakettet adott át a Pakó Kft. Tulajdonosának, Pap Sándor Dezsőnek, aki, mint festőművész is színesítette már alkotásaival a gyűjtemény kiállítási anyagát.